Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet e földön? Tehát Jézus Krisztus már akkor feltette ezt a kérdést, amikor az első eljövetelekor beszélt az ő népének. És éppen ezért ezt a kérdést, amit feltett, most találtam a Ted Wilson, a generálkonferenciának az elnökének egy üzenetét, amit hozzánk szól, tehát az egész adventista gyülekezetekhez. És akkor, amikor ezt a két verset és ezt a felhívást elolvasom, akkor megláthassuk, hogy mennyire valós ez a kérdés feltéve. Persze, hogy itt, amiről szó lesz, azt hiszem egy dologról inkább még volt itt a szószékről beszélve, tehát ezek nem olyan népszerű dolgok, és biztos, hogy én sem leszek ezáltal népszerű, hanem sokan lehet, hogy támadásnak leszek kitéve, de mégis vállalom, mert ebben az üzenetben a gyülekezeteknek az állapota, a mi állapotunk van benne, és azután összevetve, amit a Nagy Küzdelem könyvben élénge vált már jó pár évvel ezelőtt leírt, és pedig azon cím alatt, hogy az elutasított intés, és ebbe találtam benne az összefüggést ezekben a dolgokban. Most felolvasnám ezt az üzenetet, és akkor majd pontokra fogjuk bontani. Annak a növekvő tendenciának az eredményeként, hogy az egyház egyre inkább hagyja, hogy a világ alakítsa a gondolkodás módját, ez a veszély fenyegeti, hogy szem elől veszíti a Krisztushoz való hűséggel kapcsolatos elkötelezettségét. Minél közelebb kerülünk a végidőhöz, annál inkább fokozza az ördög az erre irányuló erőfeszítéseit. Aggódom a világiasság elsöprő hulláma miatt, amely belopakodik az egyházainkba. Az egykor hetednapi adventisták által az étkezés, az öltözködés, a szabadidő és a szórakozás, valamint a szombat megtartása terén nagyra becsült dolgok már a múlté válnak, vagyis normák múlté válnak. Amikor a taók olyan ékszereket viselnek, mint a világ, szeretik a világ szórakozási formáit, a világ dalait hallgatják, és szeretik a hollywoodi produkciókat, a hiteles lelkiség lecsúszik a lefolyón, és az ördög behatol az emberek életébe. Amikor az adventista egészségügyi üzenetet, amelyet oly sok őszinte ember fogad el világszerte, félreteszik, és puszta legalizmusnak és fanatizmusnak tekintik, ahelyett, hogy a szerető teremtő dicsőséges ajándékának tekintenék, akkor valami tragikusan rosszul van. Tehát ennyi lett volna, amit ő felhívta mi figyelmünket, és akkor szeretném, hogy ezeket a dolgokat, tehát 9 pont van, amit így külön szeretném, hogy beszéljünk róluk. Tehát az első lenne az igazság iránti elkötelezettség hiánya. Mit is jelent tulajdonképpen ez? Az első Timóteus 2:1-4 versében intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, háladások minden emberekért,
királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az Isten és az igazság ismeretére eljusson. Mi is tulajdonképpen az igazság? Egy másik szövegben, János 14.6-ban azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És akkor hogyan találjuk meg az igazságot? Csak is Isten igéje által, ugye, amit mindannyian tudunk. Isten igéje által, a prófétaság lelke által, a tanulmányok által, és éppen ezért is választottam mégis, mert ebben a negyedében egy olyan nagyon fontos tanulmányok sorozatunk volt, ami a hármas angyali üzenetéről szólt. És vajon mennyire vesszük komolyan ezt az igazságot, mennyi időt szánunk erre az igazságra, ennek a tanulmányozására, ami fiataljaink vajon hogyan találják meg ezt az igazságot, mert sokszor a leckében egész másról kell beszélnünk, mert éppen azt most nem tanultuk. Az igazság iránti elköteleződés, ez egy vállalás annak, hogy én Isten követője vagyok. Vajon hogyan ismerik az emberek, hogy én mit képviselek? Ezt hogyan tudom felvállalni? A hitéletünk csak akkor tud növekedni, hogyha engedelmeskedünk a Isten igéjének. A bűnbánat, ami együtt jár a hittel, és erről a Biblia úgy beszél, mint az üdvösségnek a feltételéről. Pál is erről beszélt, amikor így szólt Apostolok cselekedete 20-21. Versében. Amúgy már keresztelő János is, mielőtt Jézus elkezdte volna a földi munkásságát, arról beszélt, hogy itt van a megtérésnek az ideje, és térjetek meg. Jézus Krisztus ugyancsak erről beszélt, és felhívta az Izrael népének a figyelmét, hogy betelt az idő, ami arra utalt, hogy az ő első eljövetele itten van, és figyeljenek fel. És mégis nagyon kevesen vették észre, és fogadták el, mint megváltójuknak. Pál apostol ugyancsak a 20-21. Verséből erről beszél. Bizonyságot téve mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Úrunk Jézus Krisztusban való hit felől. Tehát az akkori világban az a kevés tanítvány, azok a keresztények, akik elfogadták Jézust, mint üdvözítőjüknek, mennyire hatásos munkát tudtak végezni, és az akkori ismert világban elvitték ezt az üzenetet. Tudjuk, hogy a bűnbánat nélkül nincsen megváltás. Isten mielőtt megigazít valakit, elvárja, hogy a szívünk teljesen átadjuk őnéki. És ez a folyamatos engedelmesség, amit mi próbálkozunk az ő ereje által,
akkor ő az ő igazságát próbálja nekünk ajándékozni. És a hit pedig, maga pedig az engedelmesség által lesz tökéletes. A második pont, ami meg van említve, tehát a problémák az elvek elfogadásában, a táplálkozásban. És mondjuk ez nagyon érdekes, hogy az elveknek az elfogadásában. Na, erről a pontról érintettem, hogy itten a szószékről, a táplálkozásról már több prédikáció volt, ki hogyan fogadta. Viszont itten rövidebben akarok, és pedig a Nagy orvos lábnyomá című könyvből, csak két mondatot szeretnék innen felolvasni, hogy mindazok, akik értik az egészség törvényeit és követik elveit, őrizkednek a végletektől, mind az élvezetekben, mind a korlátozásokban. Étrendjük megválasztásánál nem étvágyok puszta kielégítését, hanem testük felépítését tartják szem előtt. Igyekeznek minden képességüket legjobb állapotban tartani, hogy a lehető legjobb szolgálatot tehessék Isten és az emberiség ügyének. Étvágyuk a józan ész és a lelkismeret ellenőrzése alatt áll. Jutalmuk egészséges test és értelem. Ő Isten nagyon jól tudta, hogy az utolsó időben már azok az ennivalók, amit úgy veszünk meg a nagy üzletekből, tehát azok nem lesznek egészségesek, és itten nem csak a húsra értem, hanem a zöldségekre, a gyümölcsökre is ugyanúgy sajnos érvényes. És éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy legyen egy kis kertünk, és onnan tudjuk megtalálni ezeket a dolgokat. És mivel a piac mellett van az üzletem, hát látom, hogy ekkora városban milyen igény van ilyenkor a friss gyümölcsökre, az eper, cseresznye, és az emberek mindent megvesznek. De mikor az ember leszedi a saját kertjéből, annak egészen más az íze. És éppen ezért tudom, hogy nincsen meg a lehetősége mindenkinek erre, de éppen ezért van a tanács, hogy ne ítéljünk el senkit, mert itten is ez az egyik nagyon fontos dolog, elv, amit meg kell jegyezzünk, hogy nem ítéljem el sem, aki eszi, sem, aki nem eszi, mert erről Pál apostol is beszél, nagyon fontos dolog. És mindenben megtartsuk a középutat, tehát, hogy ne együk túl magunkat, mert ez is egy nagyon nagy veszély. A harmadik pont, amiről nem is emlékszek, hogy mikor volt itt erről a szószékről beszélve, problémák az öltözködésünkkel kapcsolatban. 1. Timóteus 2, és most csak a 9. versnek az első részét olvasom. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat. Most elmondom, hogy mi a zsidó öltözködés szabályai, ami persze Istentől jött ez a tanács, és ezt legalábbis az ortodox zsidó nők betartsák. És pedig, hogy a ruhának
nem szabad kilátszódjon a váll, tehát a könyökéjékkel fedje. A szoknyát azt nem is kell mondjam, hogy a térdig, és a keber takarva legyen. Az angliai királynőt, vagy a család, királyi családnak az öltözködését, hogyha láttuk, többé valószínű, akkor láttuk, hogy hogy vannak öltözve, milyen nemesi színvonalon, és éppen azt jelenti, hogy ezek a király nemes vonások, tehát az öltözetben is kilátszanak. És akkor van egy könyvünk, ami az Advent kiadótól van, a nem tudom hányunknak van meg ez a könyv, a király lányai vagytok. Tehát ahogy említettem, hogy ahogy, és olvastam, hogy a román királyság öltözködési kódexben is hasonlóképpen van leírva. És akkor, hogyha ezt a könyvet, amelyik a mi könyvünk, beleolvasunk, egy pár mondatot csak szeretnék, és éppen az előszót, hogy Isten azt akarja, hogy először a legmagasabb rendű, elmúlhatatlan szépséget szeressük és kívánjuk. Az emberi ügyesség legválasztékosabb termékei sem tudják azt a szépséget előállítani, amely összehasonlítható lenne a jellem szépségével. Ez az, ami érték Isten előtt. Tanítsuk meg az ifjúságot és a kisgyermekeket is arra, hogy azt a királyi palástot válasszák maguknak, amelyet a mennyei szövőszéken szőttek, amely tiszta és ragyogó fehér gyolcs. Amúgy erről beszél Jelenés 19. rész 8. versében. Ezt fogják a föld szentjei viselni. Ezt a palástot, amely Krisztus fethetetlen jellemét ábrázolja, ingyen ajánlják fel mindenkinek. Mindazok, akik ezt az öltözetet elfogadják, már itt a földön viselhetik is. A gyermekek, amikor megnyitják elméjüket a tiszta, szeretetteljes gondolatok számára, és szeretetből fakadó, segítőkész cselekedeteket hajtsanak végre, akkor felöltöznek az ő jellemének szép ruháiba. Ez a ruházat szépé és kedvessé teszi őket itt a földön, az eljövendő életben pedig jogcímük lesz a király palotájában való belépésre. Tudom, hogy ebben a világban, amikor a divat diktál, és sajnos, hogy mi is hozzá hasonlítottunk, mert egy pár 10-20-30 évvel még azért meg lehetett különböztetni, hogy ki a keresztény nő, és ki nem. Nagyon szépen van leírva még Isten igéjében az, hogy Isten mihez hasonlította a ruházatot, és pedig a virágokhoz, a liliumhoz, amely a maga egyszerűségében, szépségében mennyire tündöklik. És mégis az ember nem volt megelégedve ezzel a szépséggel, hanem ő próbál beszegíteni, ugye. Persze ebben a könyvben le vannak írva nagyon kemény dolgok is. Nem is tudom, egy pár dolgot esetleg felolvasok belőle, hogy ne valaki azt mondja, hogy én találtam ki, vagy hogy honnan mondom. Azt mondja, hogy tudnod kell, hogy lelked ellensége megedzette erejét a századok folyamán, és számtalan csapdát állít elét, hogy fogjul ejtsen, és sötét bűnök békőjéba zárjon.
Egyik sikeres módszer az utolsó napokban az, hogy a testi szépséget csodálatára buzdít, lelki szépséget hátrányára. Akár csak Évát az Édenben, téged is a jó és gonosz tudásának fájához csábít, és azt sugja, hogy semmi rossz nem származhat abból, ha a divat szellemét követed. Mondta-e valaha Isten azt, hogy ne tarts lépést a világgal, amelyben élsz? Mi megvetni való van abban, hogy rendbehozod az öltözetedet, hogy adsz a kinézetedre, és mindenki csodálattal néz rád? Maga a Teremtő is szépnek alkotott téged. Miért kell ezt a Teremtőtől kapott szépséget túlságosan eltakarnod, amikor nyilvánosság elé lépsz? A férfi is Isten műve, és úgy alkotta meg, hogy tekintetét vonza a nő szépsége. Gondoltál-e vala arra, hogy a ruházatod erkölcsi értékrendedre vet fényt és befolyásolja a magatartásodat? Hogy különcködő öltözködés és öndíszítési szokásai tönkreteszik erkölcsiségedet? Hogy mindez büszkeségedet táplálja, bódító szenvedélyeket lobbant lágra, nyugtalanságot okoz, vágyakat ébreszt, pazarlásra ösztönöz, és alaháknázza a Szentlélek bensőséges munkáját. A következő dolog, a negyedik, a szabad idő. A szabad időre nem a beszélünk sokat, mivel itten is a sátán, amikor sok a szabad időnk, akkor különböző csábítási formákat hoz az emberekhez. Viszont örvendek, hogy ma is vannak még olyan alkalmak, például ilyen a szerda este alkalom, amikor a fiatalok össze tudnak gyűlni, és különböző módon tudják ezeket a szabad időket eltölteni, és nem olyan helyeken, ahol nem kellene. Az ötödik dolog a szórakozás. A szórakozás, megint ez egy világi kifejezés, ugye? És már ebben a szóban is benne van, hogy szórakozz, tehát a magad kedvedet, énedet üzzed ki. Na most erre is szükség van, és csak hogy, ez a kérdés. Mert ma már a szórakozás megint a fiataloknak egész más jelentett, mint a mi időnkben, és megint nagyon rossz szórakozási helyek is vannak, ahova elmehetnek a mi fiataljaink. A hatodik pont a szombattörés és az, amikor a szombat már nem az, ami egy jó pár évvel megszenteltük a szombatot. Erről megint egy egész alkalommal beszélhetnünk, mert ez egy nagyon széles skálájú, és nagyon sok mindent felölel, hogy mi mindent hagytunk már el, mi mindent engedtünk meg magunknak. Viszont annyit elmondhatok, hogy amikor Isten a 10 parancsolatot adta a Sinai hegynél Izrael népének, már akkor is voltak, akik próbálták a szombatot áthágni valamilyen formában. És mi volt a parancs, hogy mit kellett tenni ezekkel az emberekkel? Kizárás? Megkövezés, ugye? Tehát nem volt kegyelem. Ma, amikor annyit halljuk a kegyelmet, ugye, és
arra célzunk, és hogy az Úr megbocsássa. De az Úr az ilyen dolgokban, a szombat szentségében nagyon fontos dolgokat fektetetre, úgy a szombatkezdés, a szombatzárás, miket engedünk meg magunknak, úgy Isten házában, mint kinn az udvaron, vagy otthon. Ezek mind olyan fontos dolgok, amit szeretném, hogy elgondolkozzunk, és most persze nincsen, hogy részletesen kitérjünk erre a dolgokra. A hetedik dolog az ékszereknek a viselése. Most itten a 9. versnek a második részét is olvasom, hogy nem hajfonatokkal és arannyal, vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem mint illik az Isten félelmet való asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Lehet, hogy éppen nálunk ez nem annyira elterjedt, mint nyugaton, vagy akár csak túlmegyünk a szomszédban is, ugye. Ottan egy kicsit, lehet, hogy mikor bemegyünk gyülekezetben, már nem tudjuk, hogy jó helyre jöttünk. Viszont itt is már vannak tendenciák, és reméljük, hogy ez még egy kicsit visszamarad. A 8. pont a világi zene hallgatása. De megint sátán a zene által tudjuk, hogy nagyon jól tudja befolyásolni az érzékvilágunkat, a gondolkodásmódát az embereknek. És lehet, hogy ártatlanoknak tűnnek azok a zenék, amik éppen a rádióban mennek, vagy véletlenül éppen mikor beindítsuk és azt hallgassuk, de viszont nagyon sok rossz hatása van úgy a gondolkodásmódra, és sátán, mikor beférkőzik, akkor az ő területén vagyunk, és nagyon nehezen enged el bennünket onnan. Tehát ennyit szerettem volna most a zenéről, mert itten megint a világi zene, az egyházi zene, ez megint egy külön téma. A 9. pont, és pedig az utolsó, a moziba járás. Itten még ebben a könyvben találtam erről is egy pár mondatot erről, hogy a filmipar által a romlottságot dicsőíti. A képernyők révén hirdeti a bűnt, és az egész világ éhesen szívja magába eltorzult üzeneteit. A gyors képsorok és a kellemesen csengő, hízelgő hangok által sátán minden nehézség nélkül bejut elmét tudat alatti szféraiból, és arról győz meg, hogy nincs ezzel a magatartással semmi gond, és hogy így módon sokkal népszerűbb, boldogabb és értékteltebb leszel, ha élvezheted életed minden pillanatát. Amúgy az összes reklámok erre mennek, és mindegyik valahogy eképpen hangzik. És még csak egy mondat, hogy bárcsak tudatában lennél annak, hogy hova visz ez a csúszamlós lejtő. Tehát ezek lettek volna összefoglalva röviden, amit Ted Wilson az üzenetben. És akkor, mivel az időnk is szalad, akkor még egy pár dolgot, amit akartam, hogy összevessünk evel a két üzenettel, és pedig a 21. fejezetben van a Nagy Küzdelem könyvben az elutasított intés, és úgy kezdi ez a fejezetet, hogy amikor William Miller 1840-es években elkezdte hirdetni az ítélet, vagyis az első angyal üzenetét, hogy itt van az ő ítéletének órája, akkor ő nem hívott senkit úgy, hogy valamelyik egyházba
kijöjjenek, és ő alakítson egy egyházat. Tehát ő nem akart egy új vallást alakítani. Viszont mindenkit arra akartott figyelmeztetni, hogy az Úr Jézus előjöttele itt van, küszöbön van, és azt hitte, hogy mindenki ezt örömteljesen várja. És nagyon sokan elfogadták ezt az üzenetet, és mindenki abba az egyházba, melyikbe tartozott, ahhoz tartozott és oda ment, ott próbálták ezeken az alkalmakon, az imaórákon erről beszélgetni minden, amíg egy idő után az akkori vezetők, az akkori papok, prédikátoroknak nem tetszett ez az üzenet, és megtiltották nekiek, hogy erről beszéljenek, az első angyali üzenetről. És pedig, hogy aztán visszajön Jézus Krisztus nem sokára. És akkor majdnem 50 ezer ember jött ki ebből az egyházból, és akkor alakult meg aztán az Advent egyház, mármint ezt a nevet is adták, hogy Advent várok, és tudjuk a történetjüket, hogy mikorra várták. Most ebben a könyvben már akkor találtam egy arról a fejezést, amit már a világi sajtó is megemlített a folyóiratában, hogy rögtön, miután ezek az emberek kijöttek az ő egyházukban, egy olyan hanyatlás lett azokban az egyházakban, hogy erre még a világi sajtó is felfigyelt. És akkor itten találunk ebben egy pár mondatot. Egy másik hiteles tényünk is van, hogy az egyházak megújulását keltő befolyás majdnem teljes hiánya, szinte mindenütt eluralkodik a lelki testepség, és félelmetesen mélyre hat. Erről tanúskodik az egész ország vallásos sajtója, igen sok egyháztag lesz a divat rajongója, és a hitetlenekkel együtt jár szorakozni, táncolni, ünnepelni, és stb. E fájdalmas témát azonban nem szükséges tovább részletezni. Elég annyi, hogy a bizonyítékok sűrűsödnek, és súlyosan ránk telepedve tanúsítják, hogy az egyházok általánosságban sajnálatosan hanyatlanak. Nagyon messzire eltértek Istentől, és az Úr visszavonta tőlük. Azt hiszem, hogy nem csak az akkori időt véljük felfedezni, hanem a mostani időt is, ugye? Tehát ugyanúgy ezt elmondhassuk a nyugati világról, amikor már akár be is zártak a templomoknak az ajtajai, és a világ el van foglalva mindennel, csak nincsen ideje Istennel és az ő igével foglalkozni. És Sátán taktikájában nagyon jól beleillik ez a dolog, és nagyon is akarja, hogy tartsuk meg a vallási formaságokat, de viszont az élő kegyességnek látszata legyen, de az hiányozzon teljesen belőlünk. És aki azt mondja, hogy szánt szándékkal elfojtja a kötelesség tudatát, mert beleütközik hajlamiba, végül képtelen lesz különbséget tenni az igazság és a tévedés között. Értelme elhomályosul, lelkiismerete eltompul, szíve megkeményedik, és lelke elszakad Istentől. Hát ezek nagyon kemény szavak. És érdemes elgondolkozni rajta. Most tanuljuk a második angyal üzenetét is, amikor azt mondja, hogy szaladj ki Babilonból, fussál ki belőle, és tudjuk, hogy ha bár nem vagyunk Babilonban, mégis Babilon körülvesz bennünket, és lehet, hogy lelkileg még Babilonban vagyunk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy megszívleljük ezen az üzeneteket, amit üzent
Ted Wilson is. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy még felébredjünk, amíg a kegyelem ajtaja nyitva van, és ne legyen majd késő, amikor már lehet, hogy az ember akar az ő tudatában, de már képtelen, mivel annyira gyenge lesz az ő ereje. Erre segítsen meg bennünket az Úr, hogy mindannyian ott legyünk az ő országában. Amen. Befejeznénk péntek esti istentiszteletünket, egy kijelentés. Gondolom, hogy mindjárt rájöttünk, tehát az időjárás miatt a holnapi szombat a természetben elmarad, ameddig jobb időre számíthatunk. Péntek esti istentiszteletünk befejezésre énekelni fogjuk az adventista énekeskönyv 335-ös számú énekét. Szívem hoztam áldozat. Oh.
Hálás a mi szívünk, mennyi édesatyánk, hogy ezen órán is te tanítottál bennünket, és megköszönjük, hogy a te képmásodra teremtettél bennünket, felruháztál bennünket a dicsőség ruhájával, de a bűn miatt elvesztettük, te segíts meg, hogy most ebben a világban is téged tudnánk képviselni, és segíts meg, hogy a te szent lelked, ő irányítsa a mi gondolatainkat, a mi értelmünket, hogy téged tudnánk bemutatni mindenkinek, hogy amiatt te gyermekeid vagyunk. Segíts meg, hogy a mi szívünket egészen átadjuk te néked, te légy a mi oltalmazónk, védelmezünk és hazafeszedető úton. Az Úr Jézus nevében kértünk, hallgassál meg. Amen. Az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig. Amen.